A május 26-ai testületi ülésen a városi cégek és intézmények 2015-ös évi pénzügyi beszámolóit tárgyalták meg, de a különböző pályázatokon való részvételekről is határoztak. A legfontosabb döntésekről a polgármester tájékoztatta televíziónkat. Elfogadtuk a KFT-k, illetve a Humánszolgáltató Központ beszámolóját. Humánszolgáltató Központról talán annyit mondanék, hogy lehet, hogy az országban nincs még egy ilyen település. 25 éve alapítottuk ezt a Humánszolgáltató Központot, ami tényleg nagyon ilyenkor a beszámoló anyagából lehet látni, hogy mennyire sokrétű, és magának a hivatalnak, a képviselőtestületnek mit vesz le a válláról, hiszen a szociális dolgoktól kezdve, ugye a védőnői szolgálatig nagyon sokrétű a feladatuk, és tényleg köszönni tudjuk a munkájukat, hiszen az a jó, ha nem tudjuk, hogy mit végeznek, mert ha mindenki itt csapódna le a problémájával, akkor lehet, hogy nem tudnánk dolgozni. Úgyhogy én kívánom nekik, hogy a következő 25 évben is hasonlóképp tudják végezni a feladataikat. A Városüzemeltetés Városfejlesztő Kft.-ről talán annyit mondanék, hogy ugye 100%-ban saját tulajdonú Kft.-nk, ami tavaly július 1-től alakult át, ugye előtte városgondnokság volt, összevontuk a Városfejlesztő Kft.-vel. Én úgy gondolom, hogy a fél év azt bizonyította az eredményeink keresztül, hogy jó döntést hozott a testület, és egyre nagyobb fejlődéssel, ugye a géppark fejlesztésével egyre több feladatot tudnak ellátni, és pénzügyi oldaláról nézve is áfa megtakarítást is eredménye számunkra, és én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképp fontos a városunk életébe, tehát el is fogadtuk a beszámolót. Sport és Szabadidő Kft.-nk, szintén 100%-os tulajdonú Kft., ugye ide a sporttelepünket és a sportcsarnoknak az üzemeltetését, működtetését kell értenünk. Szintén elfogadta a testület. Természetesen mindig felmerülnek vitás kérdések, jelen pillanatban a bérleti díj kérdése volt, hogy megfelelő-e, elegendő-e. Természetesen azt szeretnénk elérni, hogy akik itt élnek és használják esetleg a sportcsarnokot, azoknak ne legyen olyan magas a díj, és ebből nem is tudjuk igazán a működtetést finanszírozni. Inkább, amikor nemzetközi szintű versenyek, ami hál' Istennek nagyon sok van, táncversenytől sportversenyig, ott tudjuk talán azzal pótolni itt a kieső összegeket, és hát tudni kell, hogy a sportcsarnokunk reggeltől délután 2-3 óráig a város gyermekeinek, a diáksportnak van átadva, tehát itt nem is számolhatunk bevételekkel. Ebből most azt szerettem volna kihozni, hogy a sporttelep, a sportcsarnok működtetése tény, hogy nagy részt a város terheli, de büszkék lehetünk mindannyian, hogy dicsérnek bennünket, jelen pillanatban is egy levelet tudtam felolvasni, amit DNS András úr részére érkezett éppen az MTK-tól, hogy milyen felkérések jönnek a sporttelep hasznosítására. Én úgy gondolom, hogy ez mind azt jelenti, hogy kivagasló szinten működtetjük ezeket a létesítményeket, és erre mindannyian büszkék lehetünk. Polgármester asszony, a testület elé kerültek különféle pályázatokon történő megjelenésekre vonatkozó javaslatok. Ilyen volt az útfelújítás és az egészségház fejlesztésére vonatkozó pályázat megtárgyalása is. Miért fontos ez, illetve konkrétan melyik útfelújításra gondolnak? Tehát hol található ez a településrész? Elhatározta a Városfejlesztési Bizottság már az előző esztendőkben, hogy minden évben egy-két utcát felújítunk, átépítünk, és ugye a cél most már a szegőkővel ellátott utak építése. Jelen pillanatban az Árvácska utca volt betervezve a költségvetésünkbe, de sajnos tavaly télen az István utca kellőképpen beszakadt, és már évek óta érezzük ezt a problémát. Forgalmas az utcakasz, ugye a Csicsergő óvodához vezet pont az az út. Ezért az idei esztendőben úgy döntöttünk, hogy
át kell csoportosítanunk, hiszen az Árvácska utca ahhoz képest még nagyon jó állapotában van. Ezt a költséget, és így az István utcát, és a tervben szereplő Petőfi utcától a Vörösmarty utcáig a Hunyadi utcára lévő szakaszt építenénk meg. Most a BM pályázaton megpróbálunk elindulni, és ha minden igaz, az 50%-át el is nyerhetjük. A költségvetésükben természetesen az önerő szerepel, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenféleképp ezt a szakaszt, ezt az utcát az idén meg fogjuk tudni építeni. Van egy KEOP pályázat, amin mindenféleképp indulni szeretnénk, viszont van egy önerős része. A KEOP pályázat azt akarja, hogy nyilázáról csere, esetleg külső hőszigetelés, napenergiával ellátott napkollektorral kiépített épületet tudjunk átadni, viszont nekünk az orvosi rendelőnkre, ha ez a pályázat sikeres lesz, akkor az elsősorban fontos, hogy a tetőt cseréljük át, hasonlóra, mint itt a Városháza. Szeretnénk egy kicsit összhangba hozni a két épületet, nyilázáró és hőszigetelés csere előtt, és hát az egyenlő bánásmód hatóság ugye évek óta arra kér bennünket, illetve felszólít, hogy liftet építsünk az épületbe, ami tudjuk jól, hogy súlyos forintokba kerül, ezért a többi akadálymentesítést elvégeztük, de ez még hátra van. Most itt kellett bontanunk a pályázatot, és megpróbáljuk az önerős részt megpályázni, és ha szerencsénk van, akkor legalább az 50%-a itt is sikeredni fog. Ami nagyon nehéz, hogy ezt a két pályázatot, ami ugye egy épületre szól, időben összhangba kell hozni. Remélem, hogy sikerülni fog, elnyeri mind a két pályázatot, és hát a határidőket pedig igyekszünk majd figyelemmel kísérni. Az Üllői Képviselőtestület tárgyalt a hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról is. Erről és a lomtalanítással kapcsolatos aktuális kérdésekről kérdeztük a szakembert. A szemétszállító szolgáltató, tehát a közszolgáltató marad most évvégéig az, aki most is, illetve aki eddig volt. A szemétszállítás rendjében, ugye aki a szelektív és a zöld időpontok iránt érdeklődött volna, az eddig csak ugye júniusig tudott időpontokat, mivel hogy ugye maradt a szolgáltató, most már decemberig megvannak a szelektív és a zöld hulladékszállítási időpontok. Ezeket a honlapon közzé tesszük, tehát Üllővárosi Hivatalos honlapján, illetve az újságban is, az Üllői Hírmondóban is meg fogjuk jelentetni. Lomtalanítást is lehet kérni, milyen időpontokra? Október utolsó napjáig lehet lomtalanítást kérni, és az a lényeg, hogy egy ingatlannál egy évben egyszer lehet kérni. Vertikálnak a 24-es körzetszám 535-535-ös telefonszámán. Lényeg, hogy egy ingatlannál egy évben csak egyszer lehet kérni. Lehetőleg a tervezettet, amikor a ingatlan tulajdonos tervezi kitenni a lomtalanítandó hulladékot, akkor egy héttel előre jelezze ezt ezen a megadott telefonszámon, és lomtalanításban gyakorlatilag minden olyan nagy darabos lomhulladék, ami ugye a hétköznapi szemétszállításban nem fér bele, kirakható, kivéve elektronikai hulladék és gumiabroncs, és építési törmelék sem rakható ki. Említette a Vertikál nevét, ez azt jelenti, hogy a szolgáltató még marad? Igen, tehát ezt lehet biztosan tudni, hogy a 2016. év végéig biztosan a Vertikál fog szolgáltatni. Közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, és a jövő évben nyilván már ennek a nyertese fogja végezni a szolgáltatást, meglátjuk. A helyi ösztöndíj pályázat meghirdetése is a testület elé került. Pályázhat minden olyan üllői lakos, aki a 9. vagy magasabb osztályt végezte középiskolába, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója. 8000, illetve 12000 forinttal tudjuk honorálni a nyerteseket havonta. Erre az évre idén 2 millió forintot tett félre a költségvetésben a képviselőtestület. Az önkormányzat hatósági irodájához lehet benyújtani ezeket a pályázatokat. A pályázat határideje 2016.
7. hó 15-e. A honlapon lehet még tájékozódni a részletekről, illetve az önkormányzat ad felvilágosítást. Nagyon reméljük, hogy minél több tanuló elnyeri ezt az ösztöndíj programot. Körülbelül mennyi üllői diákot tudnak így támogatni? Tavalyihoz képest többet tettünk félre a költségvetésből, de a tavalyi összeget sem tudtuk mind sajnos kiutalni, mert nem volt annyi pályázó. Nem lehet ezt összehasonlítani, nagyon remélem, hogy minél többen igénybe fogják venni. A felső oktatásban tanulók közül a 4,5, a középiskolások esetében pedig a 4,8 feletti tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok pályázhatnak. Az üllői képviselőtestület május végi ülésén foglalkozott még a Kistemető utca végén lévő terület belterületbe csatolásával, önkormányzati szántó értékesítésével, az Ócsei úti üzletsor előtti parkoló tervezésére érkezett ajánlattal, súlykorlátozó táblák kihelyezésével, valamint nagy összegű betétlekötéssel is. William.